És a mai nap is azért vagyunk itt, hogy ezen a nagy általános köszöntésen és köszönésen kívül, amit mint csapat önök megérdemelnek, kiemeljük azokat az embereket, akik egyéni teljesítményükben is, illetve az itt eltöltött éveik alapján is külön köszönetet érdemelnek. És mi azért is tartozunk nekik külön hálával, mert a józsefvárosi bölcsödék és egyébként a józsefvárosi intézményrendszer nagy részére is elmondható ez, nem megbántva másokat, de a bölcsödékre aztán váltig állítható, hogy semmilyen szégyenkezni valója nincs Budapesten belül, Budapest 8. kerületének a bölcsödék összehasonlítását illetően. Ezért a munkáért azt gondolom, hogy hálával tartozunk, és ennek a hálának volt az egyik anyagi értelemben vett, de mégiscsak szimbolikus kifejezése a tavalyi 13. havi jutalom a szociális ágazatban dolgozóknak. Én csak szeretnék arról biztosítani mindenkit, hogy az idei költségvetésünkben is meghatározásra fog ez kerülni. Én a legnagyobb örömmel hallottam a múlt héten, hogy végre elnevezzük valahogy ezeket az intézményeket. Ez egy régi hiányosság volt szerintem, ahogy az óvodáknak is van nevük, és ahogy az általános iskoláknak is van nevük, szerintem illendő, hogy a bölcsödéknek is legyen nevük. Igyekeztünk az elmúlt években számos olyan felújítást véghez vinni erőnkhöz mérten a bölcsödékben, amik mondjuk több évtizedes lemaradást, illetve elmaradást hiánypótoltak. A célunk az mindenképpen az, hogy a józsefvárosi bölcsödék, az ott nevelkedő gyermekek és az ő szüleik maximálisan elégedettek legyenek, és a bölcsödei dolgozóinkra, a bölcsödeink működésére továbbiakban is méltán büszkék lehessünk, sőt váljunk, ahogy a mai kitüntetettek, úgy az egész bölcsödei rendszerünk, egész Budapest példájává és követőivé válhassunk mi is. Nagyon szépen köszönöm az önök munkáját, poharamat emelem az önök egészségére. Gratulálok!